Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart. Ez a favorit, a BOM Alapítvány és a Manager Szövetség közös podcast sorozata, amelyben minden alkalommal két vendégem van. Egy üzletember, üzletasszony, illetőleg egy sportoló. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Ivon Dederiket, és most segítséghez forduló, Köszönöm. nemzetközi gazdasági és HR szakember, média felsővezető, startup cégek befektetője és támogatója, jelenleg a Boyden Globális Felsővezetői Tanácsadó és Fejvadász Cég egyik vezető partnere, a vezetői tanácsadás divízió igazgatója itthon, és ezt még hosszan tudnám sorolni. Van olyan, amit még fontosnak gondolsz, Ivon? Magadról? Um, hát a, a mindfulness és a coaching és a, a, a mentorálás az, az egy nagyon fontos szerepet já, játszik az életemben. Mm -hmm. Úgyhogy ebben szakmailag is fejlesztettem magam, és ezt aktívan teszem is. Na, hát erről, és el, erről fogunk beszélni. Hát igen, igen, azért is fontos. A másik vendég pedig Szabó Vilmos, egy fiatal, 22 éves röplabdázó, a Máv előre játékosa, a magyar válogatott keret tagja, aki hát még az élete. Áll. Nem tudom, hogy te hogy állsz a mindfulness-szel és egyáltalán a mentális, vagy, vagy ilyen fiatalon még ösztönösen csinálja inkább az ember a dolgokat? Így igaz, köszönöm a meghívást egyébként. Ösztönösen is csinálják fiatalon, ugye az emberek, főleg a sportolók, de már kiskoromban úgy tanítottak és úgy próbáltak az edzőim is tanítani, hogy tudatos legyek és hogy tudatosan építsem az egész karrierem. Ez és az, az, az is próbál. vagy, tehát elmondhatod magadról, hogy, hogy tudatosan építed a karrieredet? Szerintem az vagyok, igen, tudatosan építem, de az ember mindig lehetne tudatosabb és jobb. Na jó, de hát 22 évesen azért még, még van hova fejlődni. Nem tudom, Ivan, amikor te voltál pályakezdő, akkor mennyire voltál tudatos és vagy ösztönös? Abban tudatos voltam, hogy bármit is választok így a szakmai életemben, hogy szeretnék nagyon jó lenni benne. Tehát nem elő volt, hogy orvos akartam lenni, volt, hogy művész, mert ugye a családban ez egy hagyomány volt, és, és aztán teljesen véletlenül lettem gazdasági pénzügyi szakember, de nagyon fontos volt számomra a mesterség fogalma. Tehát, hogy fegyelemmel, erővel, szenvedéllyel tegyek bármit, is, és aztán a többi érdeklődési körömet is így töltöttem, akár a én saját sportolói, bár amatőr szinten. Tehát nagyon fontos volt na számomra az, hogy hogy, hogy példás legyen, amit csinálok. Ráadásul a te életedben, meg a munkádban van egy csomó racionalitás, egy csomó gazdasági dolog, de van egy csomó eh, humán vonatkozású dolog is, hiszen emberekkel foglalkozol. Hát ugye, melyik, melyik vagy te? vagy Én vagy mind a kettő vagyok? vagyok. Én vagyok a túl és pénzügyi igazgató, és a túl racionális HR Igen. Tehát ezt így is lehet nézni, hogy, 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 én, én, én bennem van ez a kettőség, család is ugye a művészi, meg a tudomány területén volt, tehát bennem mind a kettő megvan, és, és, és sok év volt, mire a kettő éppen szépen összetalálkozott, és pont én úgy úgy érzem, hogy ez az eszenciám most már, hogy pont ez a két énem uh -huh. megtalálta azt, az, azt a harmóniát, amire szükség uh -huh. van. Hát az biztos, hogy a sok az nem árt az életben egyáltalán. Te racionális vagy, vagy emocionális vagy inkább, Vilmos? Csatlakoznék Ivonhoz. Én is úgy érzem, hogy én mindkettőt megtestesítem. Uh -huh. Én nagyon szeretek egyébként a... Nagyon szeretem a statisztikákat böngézni, ott nézni azt, hogy miben lehetek jobb, hogyan kéne jobb labdaelosztást csinálnom, jobb, jobbá tenni az ütőimet, de eközben meg azt is nézem, hogy, hogy mikor kinek kell adni a labdát, és szeretek érzelmes játékot játszani, de nem lehet az ember túl érzelmes, mert akkor nem lesz annyira eredményes. Belehal a szépségbe? Így, hát igen, igen, mondhatjuk ha. így is. De akkor nyilván, hogyha te is ilyen kettős személyiség vagy, akkor te is szeretsz eredményesen is, meg szépen is játszani, nem? Hát Tehát nem, ne, ne, egy csúnya góllal nyerünk, hanem egy szépen nem? És hát nem mindegy, hogy mit, hogy hogyan érünk el, milyen, uh -huh. milyen, eszközökkel. Neked egyébként mennyire volt jelen a sport az életedben? Nekem nagyon. Nekem milyen nagyon. formában? Uh, hát nekem ugye az édesanyám táncművész volt, én ugye először balettoztam, mint anyukám, uh -huh. ugye, mint táncművész azért nagyon hasonló az a az, az, hát amit az átél, egy tánc, mint egy Igen. sportolói ugye karrier. Korán vége van, csalódások, de viszont a, a boldogság alapja. Tehát a, aki annak született, annak kell, hogy váljon. Ö, és, és én akkor gyerekkoromban elkezdtem a baláttat, aztán nagyon ö, sok évig testépítettem, aztán távfutottam, Amerikában, ugye ott, ott nőttem fel részbe, ott cheerleader voltam, de ez kemény edzés volt, az nem csak ez a cuki pomponozás, hanem ott a, a, az atlétikai felkészülés volt hozzá szükséges, tehát és a felnőtt életemet is végig kísérte az, hogy hogy egyszerűen az én lelki békem, ez nem is csak a testem miatt elengedhetetlen az, hogy, hogy folyamatosan sportoljak. Uh -huh. És te, te most mennyire készülsz 22 évesen a sport utáni életedre, vagy mennyire gondolkozol rajta? Igen, ez mindig egy nagy kérdés, főleg ha valaki nem focista, mert hogyha ha focista vagy, akkor benne van, hogy annyit fogsz keresni, hogy utána majd életed végéig boldogan élsz, hogyha hát, na, magas hát, szinten vagy. Igen, de... Magyarországon nem feltétlen, de Igen, de mindegy, ez igaz, igen. de ha más sportot űzöl, akkor tudod, hogy egy idő után el fog fogyni a pénz, mm. és kell valamit kezdeni az életeddel, de hál' Istennek én egy olyan családból jöttem, ahol mindig mondták azt, hogy Vilmos fiam tanulj, mert el fog jönni ez az idő, és mi van, szerintem minden sportolónak fölteszik ezt a kérdést, hogy mi van, ha eltörik egyszer a lábad, vagy valami olyan sérülésed lesz, amiből persze, nem tudsz tenni felépülni. Persze, ez bármikor megtörténhet, úgyhogy én... Én folyamatosan tanulok, én olyan iskolákba próbáltam menni, ahol a, a sportot és a tanulást is támogatják. Jó, ugye minden, ebben a podcast sorozatban minden epizódban előveszünk egy sporttémájú filmet, amiben vannak érdekes idézetek és mondatok, amik kis trombolint adnak a beszélgetéshez. Ez utal ez a Carter Edző című film, amit te választottál Vilmos, hát ugye ez röviden egy középiskás amerikai kosárcsapatról szól, ahol az edző a ráncba szedi a, a, fiatalokat, és aztán végül is, ha nem is lesznek bajnokok, de sikeres emberek lesznek, tehát abszolút jó pedagógus ez az edző. Miért választottad ezt a filmet? Így igaz, én hozzám nagyon közel áll ez a film, mert ugye én egészen kiskorom óta sportolók között nőttem föl, és nagyon sok olyan sportolót láttam, és nagyon sok olyan sportolóról hallottam, aki sportoló volt, és nem tanult semmit, és utána nem lett semmilyen végzettsége, és miután abbajta a sportot, nem tudott mit kezdeni magával, nem tudott hova elmenni, mm. és ez a film ez pont arról is szól, hogy hogyan kellene ezt a, ezt a kettőt jól megszervezni. Mm -hmm. Ráadásul a, a siker... Ugye? Meg a népszerűség az, azért az eltorzíthatja rossz esetben az ember személyiségét. Nagyon. És utána nagyon nehéz, amikor nagyon már... Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ugye látjuk tehetségkutatókban is, ugye, kereskedemi uh -huh. tévéken, hogy hogy valakit felemelnek, kapja ezt a figyelmet, és utána pff, tehát azt lelkileg feldolgozni... Mind a kettőt? Igen. 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 Fel, feldolgozni, nem rossz... Ö... Hát, hogy ne torzuljon az a ne torzuljon a nem? személyiséget, tud legyen erős alapértéked és önképed, uh -huh. vigyázz arra, hogy kik vesznek körül, uh -huh. mert amikor fönt vagy, akkor akkor uh -huh. oda olyanok, akik, akik Jobb, ha szabadulsz, uh -huh. Uh -huh. és utána nagyon egyedül tudja magát érezni. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon, nagyon fontos. Nyilván, ha egy olyan családból jössz, ahol ahol erős támogatás van és jó alapértékek, az rengeteget számít, uh -huh. de sok esetben nem így van. Uh -huh. Na, hallgassunk bele néhány részletet, összesen hatot kiválasztottunk uh -huh. ebből a filmből. Ugye az első filmrészlet arról szól, hogy ez a bizonyos Carter edző, aki valamikor rendben a Richmondi középiskolában ö ö játszott, hogy megjelenik edzőként a csapatnál, de hát a rigorózus módszerei nem aratnak osztatlan sikert. Hány meccset nyertek az elmúlt szezonban? Hát négy győzelem, 22 bukta. Uram! Uram! Szerződést kínálok önöknek. Ha aláírják és teljesítik, ami benne van, akkor mi sikert fogunk aratni. Prémiumot is kapok, ha aláírom ezt a szerződést. Igen, uram. Rájön, milyen győztesnek lenni. Mert egy dolgot tudok biztosan, és az az, hogy a vereség most véget ér. Mától fogva győztesként játszanak, és úgy is viselkednek, és ami a legfontosabb, győztessé is válnak majd. Ha figyelmesen tanulnak, kosármeccseket fognak nyerni. És uraim, a győzelem itt azt jelenti, hogy kint is győzhetnek. A szerződés kimondja, hogy 2,3-as átlagot kell teljesíteniük. Ott lesznek az óráikon, és az első sorban ülnek majd, minden órán. Hé, hey, ez egy vidéki című. címe. Elnézést. Mondott valamit, uram. Verma arra kíváncsi, hogy maga egy vidéki nigger prédikátor a francos nyakkendőjével. Az? Erről szól az egész? Magát hogy hívják, uram? Timo Cruz vagyok, uram. Nos, Mr. Cruz és Mr. Verm. Amit mindketteljüknek tudnia kellene, hogy mi itt tisztelettel bánunk egymással. Nem használjuk a nigger szót. Maga prédikálni akar, vagy mi fede? Mert ezen a környéken nem bírják az ilyesmit. Én is a környéken lakom. Uram, de felvágták a nigger nyelvét, uram. <gül> <gül> Jól van, Mr. Cruz. Menjen ki. Na hát elég nagy fa, amiben. Elég, elég nagy fal, amiben bele kell vágni a, a fejszét. Kezdjük rögtön egy nagyon nagy falattal, a tisztelettel. Ugye, nyilván ez ilyen alapérték, de szóval ilyen szinten, hogy uramnak szólítja egymást a tanár meg a diákra, ez egy amerikai sztori. Mit, mit gondoltok -e erről a fajta viszonyról? Meg le kell össze, Rendben. Én ö, abszolút egyet értek az edzővel. Én úgy gondolom, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. A tisztelet elengedhetetlen a sportolók között is, hisz megkönnyíti az együttműködést. Ö, ha tiszteled a másikat, akkor sokkal könnyebben feleled az értékeit. Ö, úgyhogy, ö, és úgy gondolom, hogy mindenkinek ö, jó lesik a tisztelet. Hogyha megtisztelik őt, és ezért... Ö, Szerintem meg kell tisztelni mindenkit. Én ja. is úgy gondolom, hogy a tisztelet egy nagyon fontos dolog, ami sajnos sok esetben úgy tűnik, hogy kezd, kezd mint fogalom kihalni. Ugye az én gyerekkoromban ez meg se volt kérdőjelezve. Uh -huh. és, és itt nem csak a hierarchikus tiszteletről van szó, hanem, hanem, hanem általában a egymás felé való tisztelet. tehát egyelő szinten is sportársak is tiszteljék egymást, uh -huh. vagy akár a beosztottamat is tiszteljem. De mindenképpen, hogyha felfogjuk azt, hogy a sport is ugye egy komoly mesterség, akkor Nyilván az edző felé tisztelettel kell viselkedni, hiszen ő, ő által fogom mm. megtanulni, meg elsajátítani azokat a készségeket, amelyekre mm. szükségem van. Igen, ez, ez egy összetett szituáció, ugye? Mert tisztelhetek valakit az, azért, ami amik az eredményei, Igen. de itt ez egy első találkozás, ugye? Egy edzővel, aki teljesen másképp gondolkozik, aki szerződést akar kötni a játékosokkal. Ugye 2,3-as átlagot kell elérni hozzá kell tenni, hogy Amerikában erősíts meg, vagy áfolyott 4-0 a tetején, tehát Igen. a 4 képest 2 igen. amit el kell érni, és uramnak kell szólítani, stb. Tehát még nem a tiszt, nem az eddigi tevékenységért Igen. és eredményért kell őt tisztelni ebben a szituációban, hanem azért, mert ő az edző. Ugye? Ami azért a mai fiataloknál nehezen megy. Nincs, nincs tekintélyelvűség csak azért, mert valaki edző vagy tanár. Nem? Ez úgy meg, kezd megváltozni a helyzet. Igen, de szerintem nem, nem jó irányba van, mert mert ha, ha nincs valamelyes struktúra és szervezet, akkor akkor úgy szétesik a dolog. Uh -huh. Tehát akkor akkor minden alkalommal megjelenik egy új tanuló a professzornak vagy a coachnak be kéne bizonyítani fél éven keresztül, hogy figyelj, azért tiszteljél engem, mert, mert, mert én ezt és uh -huh. ezt csináltam, ezt és ezt végeztem, ilyen eredményem. Tehát erre nincs uh -huh. idő. Most elfogadjuk azt, hogy, hogy van, aki ott abban a helyzetben van, akit, akitől várunk valamit, hogy mi tovább fejlődjünk legfeljebb bebizonyítja, hogy nem alkalmas rá, akkor, uh -huh. akkor jogosan mondod azt, hogy elvesztettem a hitem benned, de meg kell előlegezni uh -huh. mindenképpen. Hát, mint hogy a, ahogy a tiszteletlenséget sem lehet megelőzni, meg előlegezni, nem lehet egyből Igen. tiszteletlennek lenni, mint ahogy ezek a Igen. fiúk tiszteletlenek, nem? Igen. Csak azért, mert flancos nyakkendővel Igen. jön be és leniggerezik. Nem tudom, hogy te 22 évesként hogy látod ezt a élethelyzetet? Jó, ők teljesen milyen helyzetben ö, voltak ott, teljesen máshogy szocializálódtak, ö, ők valószínűleg azt szokták meg, hogy így beszélnek egymással, ö, de ez az edző máshonnal jött, ő más szokott, meg másmilyen értékrendet képvisel, és ö, bármennyire is fura ez, hogyha új főnököd van, hogyha új edződ van, akkor alkalmazkodni kell hozzá uh -huh. valamelyest. De ezt most vezetőként kérdezem, Ivon, tehát az jó, hogyha érkezik egy új vezető egy közösségbe, és gyökeresen megváltoztat minden szabályt és szokást? Van, van olyan, olyan, olyan piaci és üzleti helyzet, amikor pont erre van szükség. De Tehát akkor az a... egy krízis helyzetet kell kezelni? Vagy egy krízis helyzet, vagy egy nagy exponenciális növekedést akar a cég elérni, és csak úgy lehet, ez olyan, mint hogy egy házat most felújítasz, és fotózott, ótozott, vagy pedig van egy olyan szakasz, amikor az van, hogy le kell rombolni, és újat kell építeni. Világos, az emberektől is. mennyiben elvárható, hogy azonnal át tudjanak állni? Nem, várható el, nem várható el nem? Ehhez, ehhez, ehhez a a, a, a kuratóriumnak, vagy, vagy akárkik ott a, a cégben, ezt, ezt megfelelő módon kell előkészíteni uh -huh. természetesen. Te tapasztaltál olyat, hogy jött egy új edző az a csapathoz, is teljesen mást akart? Nem feltétlen taktikában, hanem sokkal inkább módszerekben, meg pedagógiában. Ö, igen, ö, másmilyen pedagógia volt, ö, amit nem azt mondom, hogy teljesen más, de más volt. De én egy, egy, egyetértek azzal az Ivonnal, ö, vagy abban az ivonnal, amit mond. Főleg, hogy itt a, a bejátszásban az elején pont arról szólt, hogy az előző évben nagyon rosszul teljesítettek. Üm, úgyhogy az, hogy ő be akarja ezt változtatni, mindenki más értéket képvisel, de úgy gondolom, hogy amit az edző beszeretne vinni oda, vagy beszeretett volna vinni oda, az egy, az egy jó érték, és abból fejlődni lehet abszolút. Ugye mi podcastunk szempontjából érdekes ez a helyzet, hogy az edző nem arról beszél, hogy mostantól kezdve más taktikával fogunk játszani, és többet fogunk edzeni, hanem a tanulásról beszél. És hogy a tanulás, hogyha, tanulás, a tanultok, akkor a pályán is sikeresek lesztek, és a pályán kívül is sikeresek lesztek. Ez azért hát nem, a, nem a standard attitűd. Hát, hát gondolom, nem ismerem a, a, a filmet, elnézést, de hogy itt gondolom, ami mi ilyen ösztöndíjas, Ez a középiskolás kosaros Igen, igen. Tehát ott, ott, ott nyilván alapfeltétele az iskola szabályainak, amelyek támogatják ezeket a sportokat ilyen nagy mértékben, hogy hogy azért ott tanulni is kell. Uh -huh. de, de ez az életre való felkészülés is, hiszen a sportban is vannak olyan edzési feladatok, amiket nem szívesen játszunk. Hát nem, nem mindig az van, hogy éppen ott a, a, a labdát passzolgat egymásnak, vagy gólt rugunk, hanem van, amikor futni kell menni, van, amikor erőedzéseket kell, kell, tenni, tehát az úszóknál is futkároznak, meg mindenfajta olyan része van az edzésnek, amit annyira nem szeret az ember. És ugyanígy van ez a, ez a, a esetleg egy sportolónak, hogy most mondjuk miért kell neki a, a, gimnáziumban matekot tanulni, vagy bármit. De pont, pont ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, még egyben ez segíti is őt abban, hogy a sporton kívül is találjon majd magának jövőképet. Azt gondolod, hogy a, a sport és nem kell hogy olimpiai bajnok legyen az olyan ö, ö, tulajdonságra tesz szert, ami hasznos az élet más területein, és akár az üzleti életben abszolút, is. Abszolút, abszolút, sőt, hát nagyon nagy arányban van a top felső vezetőknél, nagy multinacionális szégeknél, hogy sportmúltjuk van. Ugye megtanuljuk a fegyelmet, az alázatosságot, ha, ha, ha csapatsportról van szó, akkor nyilván a, a csapatmunka, együttműködés nagyon fontos, stratégia. Tehát én rengeteget használtam a sportot, mint analógiát és üzleti, neve, vagy lebontani ugye eleve a célt, részfeladatokra. Én amikor maratonra edzettem, hát nem az volt, hogy na most ti a holnap kimész és futsz 42-43 kilométert, hanem le kellett bontani az edzést tervet. Tehát, és ugyanígy érünk el célokat az üzleti életben is. Uh -huh. Abszolút, és én ehhez hozzátenném azt, hogy be tudsz csatlakozni egy hierarchiába, hogy tudod, hogy dolgozni kell azért, hogy valamit elérj, mert nagyon sok olyan emberről hallottam, hogy hogy be beér egy munkahelyre, és ő egyből akar valamit, és nem tesz le érte semmit. Szerintem a kis sportoló az igényes munkát ad ki a kezéből, az megteszi, amire megkérik, és a határidőt betartja. Uh -huh. De most a következő rész egy picit alátámasztja, meg tovább gondolja azt, amiről beszélgettünk, úgyhogy hallgassunk bele ebbe. Mr. Worm, mit szeretne elérni ebben a kosárlabda szezonban? Megnyerni az állami bajnokságot, uram. <tépp> És ki nyerte tavaly az állami bajnokságot, Lyle? Frost tudja, uram. Hm. Tudja valaki? <tépp> Oké. Okay. Miből él az apja, Mr. Lyle? Az apám börtönben van. Ó. Oh. Sajnálattal hallom, uram. De nem kéne a nyomába lépnie. Figyeljenek! Négy végzős van a csapatban. Junior, Lyle, Kenyon és Worm. Szerintem mindannyian főiskolás szinten kosaraznak. Ez, ez elérhető lehetőség mindannyiuknak. De ahhoz, hogy legyen esélyük, meg kell jelenniük az órán. Kéne egy látomás. Mondják, hogyan látják saját magukat? Sportcsatorna sztárjaként. Pff, persze. Jut eszembe, Mr. Battle. Mr. Geszek mondta, hogy nem túl gyakran fordul elő az ő óráján. Ja, de azért jól kijövök vele. Mr. Geszek nagy kosára jongó. Mm. Mostantól fel van függesztve. Edzeni jöhet, de nem játszik, amíg Mr. Geszektől nem hallom, hogy utolérte az osztályát. És ez mindannyiukra vonatkozik. Aláírták a szerződést elkötelezték magukat. Megvan a tanmenetük és a tanáraik rendszeres jelentése. Ha nem jelennek meg az órákon, nem fognak játszani nálam. Azért ez elég erős, nem? Ez állandó dilemma, hogy a gyereket ne azzal neveljük, hogy eltiltjuk a Sportol. Mit, mit gondoltok? Hozzá kell tenni egyébként, hogy ez egy valós történet alapján készült uh -huh. film, tehát nem egy ilyen hollywoodi, amerikai álom, hanem ennyi, nyilván egy kicsit dramatizálva van, de ez egy ez egy valóban létező ember, és egy valóban létező story. tehát ez közel állt, ha te Amerikában éltél, jártál iskolába, akkor, akkor meg tudom mondani, hogy ez megjelen közel az amerikai valósághoz, ez a gondolkodás. De én úgy gondolom, hogy ez a felelősség teljes, ami itt történik, hiszen hiszen uh, van egy, az első könyvem a kezdő milliárdosok, uh -huh. és azért van ez a kicsit cinikus címe, mert én is sokszor találkoztam fiatalak, mi szeretnél lenni, nagyon gazdag, vagy uh -huh. mi meg, meg akarom nyelni a világbajnokságot. Uh -huh. Igen, csak a mi van, ha megnyered a világ? Milyen ember lesz belőled, utána fogod-e tudni kezelni, amiről korábban beszéltünk, a sikeredet, vagy pedig te is börtönbe végzed, mint uh -huh. az apád. Ugye uh -huh. ismerünk olyan emberek, akik nagyon fiatalon, nagyon magasra kerülnek, és utána az uh -huh. óriási zuhanás van. Tehát a, az a fontos, hogy itt embereket is nevelünk, nem csak sportolókat, és ahogy amilyen sportoló lesz, ott egy nagyon fontos tényező lesz az, hogy hogy, hogy viszonyul a mennyire van benne alázat, mm. mennyire fia, például, hogy kinyerte nyerte múlt évben a verseny, figy odafigyelni a az ellenfélre is tanulni, üzleti életben is fontos elemezni azt, hogy a versenytársunk mm. lehet, hogy valamit jobban tud, mint mi. Tehát ezek, ezek mind olyan uh, gondolati sikon működnek, ami szerintem ele, elengedhetetlen, hogy egy teljes embert, és nem csupán egy, egy sportolót neveljünk ki. De ráadásul ugye az amerikai utánpótlás sport az, az, iskolákra van kitalálva. Igen. A középiskola, főiskola, stb. és a főiskolán azért valamilyen fajta eredmény, meg a középiskában is tanulmányi eredményt kell elérni. Tehát ezek a fiúk kosarasok akarnak lenni, akkor be kell kerülni egy főiskolár vagy egy ettemre ahhoz viszont és hogyha hát profil lesz, kell. akkor ott lesz majd szerződésekkel, amikkel megbízható embernek kell lenni, hogy hogy teljesíti a szponzorai felé, nem fog szégyent hozni rájuk. Uhum. Tehát meg kell tanulni kontrollálni magad is, viselkedni és alázatos lenni, mert mert még amikor sikeres leszel, akkor is, akkor is lesznek kötelezettségeid, uhum. szerződő partnereid. Ugye a magyar sportban nincs egy ilyenfajta kényszerpálya, hogy a, tehát nincs iskolához kötve a, a sport. Nem tudom, hogy a saját környezetedben Vilmos mit látsz, hogy hány olyan fiatal van, aki azt gondolja, majd én jó röplabdázó leszek, aztán majd 30 valány évesen ráérek eldönteni, hogy mi legyen. Mert ugye nem kell feltétlen hozzá a súli. Meg, meg, gondolom, nem tudom, hogy te hallottál olyat edzőtől, hogy, hogy mennyi a iskolai átlagot, hogyha jó játékos vagy. Igen, az a baj, hogy mostanában edzőktől én nem nagyon hallom, sőt, van olyan edző is, aki mondja, hogy gyere, fiam, sportol inkább. Én ennek még egyszer nem vagyok a híve, de nagyon sok olyan embert látok sajnos, aki, vagy játékost, aki nem tanul úgy, aki azt mondja, hogy én majd sportról leszek, aztán valamiért mégse úgy hozza az élet, és ö, akkor eleve egy hátrányból indul az élet más szakaszain, vagy az élet más területein. De egyébként visszatérve erre a bejátszásra, én abszolút azt gondolom, hogy az edzőknek ez mindig is egy nagy dilemma dinam, lesz, hogy ö, start nevelünk, vagy embereket. Mm -hmm. Mert, hogy mondta, hogy ennek a négy játékosnak. És Éssel nem létezik? De. Kellene. Létezik, de hogy mondta, hogy ennek a négy embernek ugye van esélye bekerülni a főiskolára. A főiskolára. Igen, főiskolára. Igen? De nem. Szóval, hogy nem feltétlenül fognak bekerülni, attól még tanulniuk kell. Mert mi van, hogyha mégse kerülnek be? Uh -huh. Mi van, hogyha nem úgy alakul? Akkor mi lesz, ha abba hagyják? Akkor ők is lesznek egy vagy ő, ők is lehet, hogy ott fogják végezni, mint ahol a, a családtagjaik, akik azt mondták, hogy börtönben van az apukája, uh -huh. úgyhogy nem kéne erre a szintre eljutni, mindig kell, hogy legyen egy B-terv. Én úgy gondolom, bármennyire is jó vagy. Te mit tud, gondolsz, gondolsz hogy, és akkor maradjunk a röplabdánál, ez mennyire kitörési lehetőség, vagy nem, nem tudom. Mármint, hogy a, a röplabda. Számodra. Igen. A számomra? Én abszolút azt gondolom, hogy benne van számomra a kitörési lehetőség. Én egyébként azért is vagyok föladó, nálam az egy nagy téma volt, hogy én milyen poszton játszok, ütőposzton vagy föladó és nagyon sokan mondták, hogy hú, én milyen jó ütő lennék, meg én, én, mennyire ügyes lennék, és én azt mondtam, hogy persze Magyarországon nagyon jó lennék, szerintem ott tudnék játszani a top csapatokban, de nekem nem az a cél, és nek én nagyon szerettem, jobban szerettem volna ütő lenni, mint feladó, de én még jobban szeretnék egy jó játékos lenni. Úgyhogy én én azt gondolom, hogy feladóként megvan a fizikai adottságom és a tehetségem is ahhoz, hogy én kiussak külföldre. A és... Magad 190 centiével kicsi vagy ütőnek? Nagyon, igen. Én igen. nagyon? Nagyon kicsi vagyok. <laughs> Aha. én azt mondom, külföldön az ütők olyan hogy két méternél kezdődnek, és a két, <laughs> méter, két méter se már a magasak közé tartozik. <laughs> Öm, és emellé az összes nagyon ügyes, az összes olyan ügyes, mint a 170 cm-es emberek. De ezek szerint ezt tényleg el tudtad fogadni? Mert ugye, hogyha te lélekben ütő vagy, de fizikailag megfeladó, akkor az egy tudatosadásos állapot. Tehát, tehát muszáj az ember utolérje a saját lehetőségeit, és elfogadja, nem? Igen, ez, ez me mentálisan egyébként nehéz ezen túllépni, hogy. Én jobban szerettem volna ütő lenni, mint feladó, viszont nagyon, tényleg nagyon szerettem volna egy jó játékos lenni, és láttam azt, hogy hogy milyenek a játékosok külföldön. És van, nem azt mondom, van olyan 194-5 játékos, de az még mindig magasabb, Igen. mint én, aki ott játszik a világ élvonalában, top, top csapataiban, de az annyira ügyes, hogy, hogy ő tényleg a világ legügyesebbje. Uh -huh. Ivan, kócsként, vezetőként, mennyire találkozol olyan emberekkel, akik mások szeretnének lenni, mint amire a képességeik vagy a fizikai adottságai predestinálják őket? Hogy lehet ezeket az embereket jól pályára állítani? Hát igen, most ez, ez azért érdekes, mert most van, van ez a, a kócsok világ, ugye Amerikában is nagy sok megmondó van, és, és van egy van ez a bármi lehetsz, és bárki, csak hinni kell. Hát mondjuk én is nagyon szerettem volna hinni abból, hogy jó kosárlabdás leszek, de ugye 158 cent is vagyok, és jó, nagyon jól ugrom, lehet, hogy valamilyen szinten tudtam volna kompenzálni, de azért felelősség teljesen kell gondolkodnunk a jövőnkről. Tehát vannak dolgok, amik, amik adottságok, egy sport esetben azért a fizikai adottságok uh, számítanak, nyilván uh, ugye izomzat, uh, képességek, stb. Uh, és azért ezeket tudomásuk kell venni. Rengeteg tudunk, dolgot tudunk fejleszteni, de érdemes azt fejleszteni, ami, ami közelebb áll hozzánk. Ugye vannak, akik nagyon erősre áll, tantárgyakba, az agyuk úgy jár, attól még nem kell feladni azt, hogy te jó legyél matekba, de, de felesleges energiákat nem kell felemészteni, hmm. hogy hogy olyan dolgokra vágysz, ami nehezen megvan. Uh -huh. Ugye a másik uh, probléma az, hogyha valakinek van valamihez tehetsége, és nem igazán méri föl, vagy ismeri föl, hanem mondjuk apró pénzre váltja. Ezek a srácok ugye láthatóan tehetséges kosaras, hiszen azt mondja az edző, hogy főiskolás szinten játszanak. De fogalmuk nincs, hogy ki nyerte a bajnokságot. Valójában őket az érdekli, hogy lehet csajozni a középiskolában, Igen. és nem gondolkoznak azon, hogy mi lesz egy év múlva. Hallgassuk meg a következő uh, bejátszást. Ki adódott a főzője, uram? Á, köszönöm, Mr. Worm. <laughs> Ó, nézzék a csomót! Nézzék csak! Én kötöttem! Én kötöttem ilyet! Jutalmat érdemlek, érte? Na, na, persze! Megbolondult. Mi ütött magukba? Mi ütött mindannyiukba? Mióta nem elég, ha győz valaki? A játékheve az nem elég? Nem. Meg kell alázni az ellenfelet. Minden pont után nevetni rajta. Négy meccset nyertek a múlt szezonban. Négyet! Mi jogosítja fel önöket, hogy abban a játékban, amit én szeretek, kárőrvendve röhögjenek? Mi jogosítja fel önöket, hogy Richmond feliratú mezekben garázdálkodjanak? Uram, ők is cikiztek. És? Nem volt magában tartás? Úgy, mint egy bajnokban? Fejenként 500 fekvő támaszt kérek. Nem már. A vonalra! Rajta! Igen, tehát nem elég a győzelem. kigunyoljuk az ellenfelet. És örülünk neki, a csajok majd, a csajoknak imponál, és hogy mi lesz holnap, az, az tök mindegy. Tehát ez, ez a klasszikus esete a, a. a szereptévesztésnek, B. az alázat hiányának, C. annak a gondolkodásnak, hogy a tehetségemet hogy tudom értékre váltani, ami az egész életemben Sokszor elvisz. Sokszor el is tehetségek, tehát a pont akinek túl könnyen jön valami, és ez az üzleti életben is, hogyha valaki nem dolgozott meg valamiért, és mondjuk hirtelen mégis nagy pénzhez jut, akkor azok, azoknak nagyon magas százalékában eltűnik az a vagyon. Tehát hmm. de, és, 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 szerintem, hogyha ha nincsen benne alázat, ha nem dolgoztál meg valamiért, túl könnyen jött, akár mert olyan tehetséged van, akkor, akkor nem fogod tudni hosszú távon sikerre vinni. Egyébként én nekem minél többet beszélek edzőkkel, azt veszem észre, hogy minél idősebb edzővel beszélek, mindig azt mondják, hogy nekem sokkal többet ér az az ember, aki sokat dolgozik és alázatosan dolgozik, mint aki tehetséges. Amúgy a tehetség tanul, rengeteg könyvet írtak, nagyon komoly elmék, meg kutatók a, a, a siker relációja, hogy, hogy, hogy született tehetség, és, és alapvetően sokkal magasabb, tehát 80 százalék, különböző százalékok vannak, de nagyobb arányban van a hozzátett szorgalom és erőfeszítés, mint a született tehetség. Na most ez azért is érdekes, mert a, a Vilmos két példaképet nevezett meg. Az egyikük is Latán Ibrahimovics, mondhatok ilyen neveket? Még Persze. Mond... Jó, mert csak nem tudom, hogy a futballban hol van a, a, határ, illetőleg a Cristiano Ronaldo. Ugye az Ibrahimovics egy, miközben egy hihetetlen tehetséges pali, de hát azért nagyon nagy pofájú, bár szerintem inkább viccből csinálja. Ronaldo pedig szintén tehetséges, de egy alapvetően egy, egy munkakutya. Csak furcsa, hogy mind a kettőjüket megnevezted. Ez hogy van? Így, így van, ez tudatos volt ez a kettő. Én ezt úgy választanám külön, hogy Ibrahimovics azért egy példakép, amit pály, ahogy pályán belül csinálja. Ő mindig azt mondja, hogy ő Isten, és én, és én azt akarom elképzelni, vagyis én ezt azt veszem bele, hogy úgy kell magadra gondolni, miközben ott vagy a pályán, miközben csinálod a feladatodat, hogy te vagy a legjobb, és nálad jobb senki nem lehet. Ez, gyakorlatilag... de ezt a pályán kívül is nyomja. Hát olyan szövegei egy... vannak, hogy elképesztő. E, e, ez, ezzel te egyetért, te, ezzel egy, de, egy Mit éreztem a gólom után? Kérdezd de a gólt, mit érzed, hogy én lőttem? Tehát jó, nyilván hülyeskedik, de, de éneket én beszél. Így igaz, de én, én, én őt nem ezért kedvelem nagyon, ez egy image építés, ami neki é, nagyon igen. bejött, Na, igen? ugye igen, a rossz reklám is reklám, Igen. Jó, tehát ne, ne értse félre senki, ugye, hogy, ne. hogy így. Szerintem ebben van egy ilyen tudatosság, ugye, ez a, ez a felépítem ez a ezt az a imist. Igen, uh -huh. igen, ez uh -huh. a kicsit polgárpukkasztós attitűd. Uh -huh. Így van, de én azt gondolom, hogy emel, emellett Ibrahima, azért is nézni kell, hogy mennyi munkát beletett. Pont, pont úgy, ahogy ronaldo Ronádót meg azért neveztem meg, mert ő amit pályán kívül leművel, azt számomra elképesztő, hogy mennyire tudatosan él, hogy hogyan eszik, hogyan edz folyamatosan, és nem azt kell nézni, amikor Instagramra kiteszi, hogy, hogy ő megint edz, vagy hogy ő edz, hanem az, hogy 38 évesen is motivált, hogy csinálja, hogy vannak, pont most mondta valamelyik, azt hiszem a whoop kötött együttműködést, működést, és ott mondta, hogy neki is vannak olyan napok, amikor nem akar fölkelni, amikor abba akarja hagyni, amikor nem akar elmenni edzeni, de pont ezért leszel más, mint a többiek, pont ezért vagy több, pont azért vagy jobb, és ebből épül a mentális ö, erősséged, hogy te fogod magad, és fölkelsz, és elmész ugyanúgy kondizni. És amúgy példát lehet róla venni, nem tudom, hogy hány 40 körüli embernek van olyan hasizma, vagy olyan teste, mint neki. Mondjuk a, érdekes, a csapatsportban mindig az, hogyha van egy ilyen kimagasló tehetség, aki, aki viszi a meccset, hogy viszont a csapatra hogy hogy, tehát hogy viszonyul, mert van, aki kicsit túlzottan átveszi ott a, a, a kontrollt, és hogy a csapat mennyire tud élvényesülni, nem, nem értek hozzá megfelelő módon, hogy ki tudjam elemezni, de mondjuk Michael Jordan is egy ilyen, ugye ilyen, ilyen típusú ember volt, hogy ő így vitte-vitte, de hát azért volt körülötte egy hihetetlen tehetséges csapat is, tehát uh -huh. ez, gondolom meg kell találni az arányát, hogy ne, 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 ne csak egy egyszemélyes csapatról legyen szó. Hát igen, hogy ez egy állandó probléma, hogy, hogy, az egyik játékosunk gólkirály, de nem nyerünk semmit, igen. hogy ne le megoldani, hogy nyerjünk valamit, erre is vannak példák. Ugyanakkor azért ez, egy, ez a Ronaldo féle fegyelmezettség, ez már tényleg egy ilyen időnként spártai dolog, és nem tudom, hogy miközben tudja a sportoló, hogy igen, ez egy módszer, azért ezt nagyon nehéz nap, mint nap valóban csinálni, és az életben is nagyon nehéz nap, mint nap fegyelmezetnek és tudatosnak lenni, és nem azt mondani, hogy Átma ma mágyba maradok, mert úgy is esik az eső, vagy valamit. Az ember olyan gyorsan kitalál valamit, hogy miért nem csinál meg Valamit te, te például tudsz e, rigorózus lenni magadhoz, akkor is amikor nincs kezdett felkelni? Igen, próbálok. Úgy, pont ezért mondtam, hogy azt gondolom, hogy én egy tudatos ember vagyok, de mindig lehetne az ember jobb. Vannak olyan napok, amikor nekem is fáj, én se akarom, de el kell menni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a sportolók csak a testüket adják a, a sportért, és abból keresik a pénzüket. Ez nem így van. Uh -huh. Mentálisan nagyon erősnek hát kell ez innen kell lenni. indul alapvetően. Így, így van. Szóval, uh -huh. hogy, hogy aki a testét adja a sportnak, az eredményes uh -huh. tud lenni rövid ideig. Te tudsz magad a szigorú lenni, a nehéz? Én, nagyon, avit, a nehéz, én, na, én igen? nagyon, én nagyon. De én úgy gondolom, hogy sokszor ez a fajta fegyelem, ez egy uh, uh, néha, ha belül van egy saját magunkkal egy szorongás, hogy elengednénk, akkor még inkább szigorúak vagyunk. Tehát néha kompenzálja az ember a, a benne léve zűrzavart, vagy kételyeket magával szembe, hogy már csak azért is. Mert én például tudom, hogy ha, nem tartom be az edzésemet, akkor valami belül a lelkembe, vagy néha, mm -hmm. néha, akár egy üzleti csalódás, vagy magánéleti csalódást kompenzálok a sporttal. Tehát lehet, mm -hmm. hogy neki is azért ez a, van egy félelme, hogy valamit el fog veszíteni, vagy szétesik, vagy már nem lesz az, aki volt és ezért ő ezt túlsúlyozza azzal, hogy hogy ilyen spártai módon hmm. viszonyul magához. Na most ugye a sportban az is az érdekes, hogy azért ott van egy edző, egy idősebb, bölcsebb ember, aki kívülről látja, hogy mit kéne csinálni, és hát különféle módszerekkel rá is vesz erre minket, sőt még meg is büntet, mint ahogy az a következő bejátszásból is kiderül. Már hogy a büntetés mértéke hol van, azért az egy érdekes kérdés. Gyorsabban! Rajta! Rajta! Közben három fekvő támasz. Egy, kettő, három, tovább. Rajta hat halljam. Hat halljam. Hat halljam. Rajta vörm, gyerünk. A padlóhoz, a padlóhoz. Még ötöt. Öt. Öt. Öt, nyomja, nyomja, nyomja. Gyerünk, 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 hat halljam. Gyerünk gyorsabban, rajta. Nyomás. Gyerünk gyorsan. Uram, 20 percet késett. Ez van. t sprint az egész csapatnak. És 150 fekvő önnek. Ez nem futó csapat, haver. Nem, még annak is kínos lenne, Mr. Lyle. De így igaz. És mivel igaza van, legyen 20 fürges sprint az egész oh, csapatnak, és ön csatlakozhat a későhöz, hogy lenyomjon vele 150 fekvőtámaszt. Komolyan beszél? Igen. Ez baromság. Ding, 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 ding. Helyes válasz, Mr. Betlő. Johnny szóljon, hogy ő nyert! És mert jó választ adott, és visszabeszélt az edzőjének, ő a legfőbb díjat, ami 500 fekvő támaszt jelent. Jobban szeretné inkább az ezres nagy díjat? 500 fekvő támaszt, hogy lehet csinálni? Se, nem tudom. Nagyjából, nagyjából sehogy se. Igen, de viszont itt elértünk arra pontra, amikor már fölemeli a hangját, és amikor nagyon komoly büntetéseket oszt ki. Szóval nem tudom, hogy á, hogy ez jó módszere, B, hogy mennyiben a vezető hibája, vagy az edző hibája, hogyha egyáltalán eljut idáig egy csapat, és most vonatkoztassunk el ettől a konkrét témától. Hát én nem a büntetés mennyiségét emelném ki, hanem az, hogy milyen a büntetés, hogy kollektív a büntetés nagy rész. És nekem ez a, ez a büntetés egy nagy favoritom, mert amikor... mi A válog... kollektív büntetés? I igen, uh -huh. igen, 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 mindjárt elmondom, hogy miért, mert amikor válogatottba voltunk akkor volt olyan, hogyha valaki késett esetleg, vagy nem volt 5 perccel hamarabb ott, mint a, az ebéd utánpótlás válogatott, akkor másnap reggel hatkor futás, és akkor ez így egy ideig ment, és akkor mentek az emberek néha futni, választhatott magának egy barátot, akivel ugyanúgy futott, de egy idő után edzőt cseréltünk, és az volt, hogy ha valaki késett, akkor mindenki futott. És akkor an az lett az eredménye, hogy soha senki nem késett, mert senki nem akart a bajtársaival kitolni. Hát meg nem akarta, hogy kiközösítsék. A... És nem akarta, hogy kiközösítsék. Úgyhogy. Ez egy nagyon, nagyon jó módszer, ez a kollektív büntetés arra, hogy mindenki betartja a szabályokat. Hát igen, hát egy, egy, egy csapatsportban, ott, ott, ott nem csak magunkért vagyunk felelések, meg a saját hanem a csapatért is. Tehát ilyen szempontból ez kicsit olyan, hogy most betörjük a lovat, ugye? Tehát itt, itt én úgy gondolom, hogy hogy az alapokat próbálja. Tehát bejöttek tiszteletlenül ezek a tehetséges fiatalok, és most neki, neki keménykedni kell az elején, hogy, hogy, hogy az alapokat felép. Oké, okay, de ez például egy vállalatnál hogy lehet megcsinálni? Hát csinálni? a vállalatnál Látom, nem, nem, ott, ott nem. Senkit. Ott mi ott... ott nem, kell nem, Hát nyilván eltérő cégkultúrák vannak, és a jelenlegi cég ö, jelenlegi vezetői attitűdök lényegében változtak egy sokkal demokratikusabb, ö, empátiább Kedvező hangnem és stílusra. Tehát cégekben nem lehet ezt a, fajta, ezt a fajta stílus, de ott is nagyon fontos, hogy hogy eleve tiszták legyenek a feladatkörök és az elvárások, és, 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 és legyen konzekvenciája, hogyha valaki nem csapatjátékos, vagy nem teszi a dolgát. Tehát ott nem fekvő van, hanem elküldenek a, a, a munkahelyedről, vagy pedig nem kapod meg a bónuszodat. Tehát Életőleg a jutalom elmaradása, a prémium elmaradása az mindenkit sújt. Igen, igen, mm -hmm. igen. Tehát egyre, egyre amikor én voltam fiatal, akkor voltak hasonló vezetői stílusok, mint egy, egy, ezek a sportkocsok, ugye, hogy, hogy, volt akkor egy nagyon hierarchikus szemlélet, egy féleletben tart, félelemben tartás, és a mai fiatalok ezek a vállalati életben nem fogék, fogékonyak, hanem őket inspirálni kell, tehát teljesen mássá vált a hangnem, de ott is meg kell tanulni azt, hogyha jól, jól teljesítesz, akkor van lehetőséged előrébb jutni, az elismerést megkapni, érdekes dolgokat tenni a munkahelyeden, viszont ha, ha nem tudsz teljesíteni, és nem vagy csapatjátékos, akkor nem lehetsz ennek uh -huh. a szervezetnek a része. Uh -huh. De ehhez nagyon fontos az elvárásokat az elején uh -huh. tisztázni. A te korosztályodil most mennyire tűri a, a kiabálást? Az, az én korosztályom az szerintem pont az átmenet, mert az előttem lévő korosztályok, szóval az idősebbek nálam, ők szerintem ebben nőttek föl. Ö, én vagyok az átmenet, és az utánam lévők ö, nem tűrik, úgyhogy... Ők én... hazamennek, és nem jönnek többet? Nem, én, én, én úgy ismerem őket, hogy, hogy ők megsértődnek, nem az, hogy nem jönnek többet, csak utána ilyen besértődöttet fognak játszani. Ö, de ez azért jó, mert még többen vagyunk idősebbek, mármint, hogy úgy a a másik korosztályból, a másik fajta módszerből, és azért mi tudunk velük beszélni edzésen kívül. Szóval meg tudjuk velük értetni azt, hogy ha kiabálnak veled, akkor az se azért van, mert hogy az edzőnek ez jó esik, vagy hogy mert ő, kiabálni szeretne, hanem azért, mert azt szeretné, hogy egy jobb teljesítményt érj el, vagy jobban csináld a dolgokat. Mi azt szoktuk mondani, hogy akkor van baj, ha már nem kiabálnak veled. Hát régen a balettmesterek páncával ütöttek rád, ugye? Tehát, hogy, hogy ugye most szerintem ez azért változott, mert amikor én voltam gyerek, akkor otthon is hasonló módszereket kaptunk, ugye? Tehát ott még akár volt pofon is, vagy meg kiabálás. Ugye most már minket úgy, úgy neveltek, hogy mi, mint szülők, így, így óvjuk a gyerekeinket, semmilyen kudarcot ne érezzen a gyerek, és azért most a, a sport az egy ilyen szempontból sokkal nagyobb kontrasztban áll a, a, a gyerekkori élménnyel. Ugye azért a sport, vagy ilyen a katonasság is, ott azért ott, 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 ott nem lehet állandó simogatással előrébb jutni. Igen. Na most ugye gondolom azért is félmesítették meg ezt a sztorit, mert végülis pozitív pozitív lett a vége, mert ugye itt az történt, hogy az edző végül is lelakatolta az edzőtermet, hogy, hogy nem, mert megszüntette, amíg, a, tanulmány eredmények azok nem jók, addig. És egyszer csak azt látja, hogy a, a lakatot meg a láncot leverték a tornateremről, és bemegy a, a terembe, akkor a, a teremben is azt látja, hogy ott ülnek a terem közepén, iskolapadokat becipelték, és ott tanul az egész csapat. Hallgassuk meg ezt ne, a köszönjük. bejátszást is. Uram, ezt a lakatot leverhetik. De mi akkor sem játszunk. Úgy döntöttünk, hogy befejezzük, amit elkezdtünk. Igen, szóval hagyjon tanulni. Rengeteg dolgunk van még. Nem attól félünk, hogy nem illeszkedünk be. Attól félünk, hogy mérhetetlenül erősek vagyunk. A fény az is, nem a sötétség, ami megrémít. A játéka oly keveset számít a világnak, de semmi sem ér többet, mint mikor mások biztonságban érzik magukat önnel. Úgy kell ragyognunk, mint a gyerekeknek, és nem csak keveseknek, de mindnek. És ha hagyjuk ragyogni ezt a fényt, tudattalanul másoknak is megadjuk a jogot ugyanerre, ahogy lerázzuk a saját félelmünket. A jelenlétünkkel szabadítunk fel másokat. Csak annyi a lényeg, hogy köszönöm. Ugye hát ez a, a filmek az egyik katartikus pontja, amikor a srácok belátják, hogy, hogy, igaza van az edzőnek. És, de azért nagyon érdekes mondat, hogy nem attól félünk, hogy gyengék vagyunk, attól félünk, hogy mérhetetlenül erősek vagyunk. Ezt a kocsként hogy értelmezed? Hát az, az, hogy abban, hogy tehetséged van, vagy erős vagy valamiben, az egy, az egy felelősség. Uh -huh. Tehát, uh, ugye, aki, aki élsportoló lesz, vagy akár celebb, vagy valamilyen uh -huh. híresség, az uh, emberek függenek tőlük, uh, akár másoknak a megélhetése, vagy fiatalok uh, példaképnek tekintik őket, és, és ez egy hihetetlen felelősség, és, és überolni kell állandóan. Tehát nem az van, hogy én most megérkeztem, hanem akkor még jobban, és hogy uh -huh. tudom ezt fenntartani. Hát ez egy állandó, állandó félelem lehet valaki, mondjuk lefut valamit, vagy leúsz valamit x percen belül, hogy akkor a következő alkalommal még jobb legyen, vagy valaki jön, aki uh -huh. fiatalabb nálam, és, és utána én, én, én már kikerülök abból a ranglistából. Üm, szerintem, szerintem ez ebben ebbe nagyon sok szorongás lehet. Nem szól arról is, hogyha ez a, ez a nagy erő kontrollálatlan, igen. akkor veszélyes? akkor mint egy vihar mint egy tornádó, igen, letarolhat uh -huh. mindent. Uh -huh. Dilmas, te hogy látod, 22 évesen én úgy látom, hogy ha, ha van valakinek egy jó szezonja, mint ahogy például neki itt volt már a filmben, és ö, nagyon mennek, akkor tudják azt, hogy vagy tudjuk azt sportolók, hogy igenis ezt fönn kell tartani, és jónak kell lenni a következő meccsen is, mert az emberek elvárják. Ha nem vagy jó, akkor mi, mi történt ez és a És hát milyen könyvtelenek ez, tudnak és, lenni. És nem? nagyon, és akkor elkezdik ha csak átlagos vagy, akkor is. Jobb, mindig jobbnak kell lenned egy kicsit Igen. önmagadnál, és ez szerintem minden sportolónak egy nehéz dolog, hogyha van egy jó szezonod, akkor a következő, mm. ami nem lesz annyira jó, mert úgyis lesz egy olyan szezon, akkor azt hogyan viseled el, akkor hogyan fognak az hoz, emberek hozzád viszonyulni. De én ebben a mondatban, vagy ebben a, az idézetben még azt is látom, hogy ők elkezdték látni a, a fényt az alagút végén, elkezdték látni a lehetőséget, hogy hogy ők tudnak másfelé is menni, hogy nekik nem csak az az egy esély van, hogy, hogy akkor én most vagy kosárlabdázó leszek, vagy senki, hanem ha tanulnak, akkor elérhetnek mást, akkor mm -hmm. esetleg úgy is bejuthatnak valamilyen főiskolára, hogy nem sport mm -hmm. által. De az is egy fontos felismerés, hogy egy sportoló példakép. Ha úgy viselkedik, ahogy ők eleinte viselkedtek, akkor a fiatalok azt hiszik, hogy lehet így viselkedni. Ha példamutató a jó értelemben példamutatóan viselkednek, az pedig másoknak is azt mutatja, ugye, hogy, hogy igenis munkával, alázattal, fegyelemmel ki lehet törni, eredményeket lehet elérni. És ez egy nagyon komoly felelősség. Lehet, hogy te 22 évesen ezt még talán is érzed annyira, bár amikor oda jön egy kisgyerek, hogy írd már alá a labdáját vagy a mezét, akkor azért ez úgy megüti az embert, nem? De ez egy nagyon komoly felelősség is közismertnek lenni, meg példaképnek lenni. igen, szóval na nagyon jó értés, és amikor valaki oda jön hozzád és megkéri, hogy írd alá a pólóját, de utána, amikor kincsétálsz az utcán például, akkor tudod, hogy Hú, én most nem viselkedhetek akárhogy, mert sétálnak itt olyanok, akik akár ismernek, vagy fölismernek, és akkor oda kell figyelned arra, hogy hogyan viselkedsz, hogy hogyan beszélsz másokkal, amire alapból is odafigyelsz, de hogy, hogy folyamatosan nem tudod elereszteni magadat, mert nem uh -huh. szeretnéd azt, hogy hogy ilyen uh -huh. példát mutass az embereknek? Uh -huh. Hát sőt, ugye Amerikában komoly szponzorszerződések is vannak, ugye a sportolók esetében, és, és, és ott, hogyha nem felelsz meg az elvárásoknak, mert mondjuk valami olyan olyan market képviselsz, aminek a, a közönsége az, az, az gyerekek, vagy akárki, megbotránkoztatod ugye a társadalmat, mert elmentél valami bulira, és vállalhatatlan módon ö, viselkedtél, vagy rasszista, rasszista kifejezéseket, tehát hogy bármi, vagy bántalmaztál egy nőt, hát folyamatosan vannak ilyen ügyek, akkor, akkor elveszíted a, a, a szponzorpénzt is, tehát azért Sőt, ennek komoly üzleti kára is lehet, azon kívül szerintem, egy normális emberben van egy szégyenérzet is, ugye, hogy, hogy te, mint ismer mert ember és sportoló hirtelen uh, valami mm. valami kellemetlen mm. ügybe keveredsz. Na most a sztori vége az nagyon érdekes, mert ugye az a csapat, amely tavaly négyet nyert és 22-t veszített, az ebben az esztendőben végül is bejut a bajnoki döntőbe, de azt ö, nem nyerik meg, és akkor Kárter edző tart egy beszédet de, a, a játékosok számára. Amit maguk elértek, a sokkal többet ér, mint a győzelmek száma, és tök mindegy, mi áll a holnapi sportújság címlapján. Maguk elértek valamit, amiért sokan egész életükben hiába törik magukat. Amit önök értek el, az egy páratlan diadal önmaguk fölött. És uraim, én nagyon büszke vagyok magukra. Négy hónappal ezelőtt, amikor idejöttem, volt egy tervem. Az kudarcot vallott. Én kosarasokat jöttem edzeni, de közben maguk diákká váltak. Fiúkat jöttem edzeni, és férfivá értek. És ezért hálás vagyok. Ha e percben bárki bejönne azon az ajtón, és azt mondaná, hogy Kalifornia állam bármelyik csapatánál kaphatnék edzői állást, tudják, mit választanék? A Szent Francis-t. <laughs> <laughs> na, csak úgy mondtam. Kenyon. Richmond. 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 Richmond! Honnan jöttünk? Richmondból! Hol van az otthonunk? Richmondban! És akkor stáblista, és vége jó, minden jó. Mentsd el majd ezt a Linket. és amikor majd a pályafutásod végére érsz, 15 év múlva, vagy nem tudom mikor, akkor érdekes lesz. Rendben, így lesz a hogy fogom. mit gondoltál 22 évesen. Nagyon szépen köszönöm, Nagyon köszönöm a Dederiknek és Szabó Vilmosnak, hogy itt voltatok, és köszönjük köszönöm, önöknek javasl. is a figyelmet. Ez volt tehát a favorit, a BOM Alapítvány és a Menedzser Szövetség közös podcast sorozata. Keressék a további epizódokat is. Viszontlátásra!